A kommunikáció, a navigáció, a meteorológia, a földmegfigyelés elképzelhetetlen űrtevékenység nélkül. Egy forradalmi pont felé közeledik az űrtevékenység, mondta dr. Ferenc Orsolya űrkutatásért felelős miniszteri biztos a Matthias Corvinus Kollégium Pécsi Képzési Központjában tartott pódiumbeszélgetésen. Mindenkinek most már nyilvánvaló lett, hogy a világűr a mindennapi életünk része, a világgazdaság része. Igazság szerint a bankátutalások is használják a műholdas infrastruktúrát, de most ennek a sajnálatos orosz-ukrán konfliktusnak a kapcsán láthatjuk, hogy még a mindennapokban, a sajtóban is műholdképek alapján követik nyomon az emberek azt, hogy mi is történik a mellettünk lévő országban. Tehát a kommunikációtól, a navigációig, a mezőgazdaságtól, a banki átutalásokig mindenütt jelen van a világűr, és ezek az űreszközök. Annyira kiterjedt már az emberi civilizációnak a világűr felé az expanziója, hogy a következő kontinensként emlegetjük a Holdat. Azt látjuk, hogy az emberi tevékenységhez szükséges nyersanyagforrások nagy részét is valószínűleg a közeli égitestekről és a naprendszer egyéb égitestjeiről kell majd elérnünk. Ugyancsak a Holdat is ipari célokra próbálja hasznosítani több nagyhatalom is, és biztonságpolitikai kérdéseket is érint ez a tevékenység ma már. Tehát bár sosem állt meg az űrverseny, talán kicsit elhalkult a közvélemény számára, de folyamatosan jelen volt, de az Apollo korszak és a nagy holdra szállás és a nagy emberes űrrepülések korszaka után most egy olyan forradalmi szakaszba lépünk, ahol az Amerikai Egyesült Államok, az Európai Unió, Oroszország, India, Kína, mint nagyhatalmak egy új versengésbe kezdtek a világűrben is. Magyarországnak szerepe van a globális űrkutatási projektben. Mindezt egy 10 milliós ország is képes befolyásolni, segíteni. Hazánknak már 75 éves múltja van a nemzetközi űrkutatásban. Fontos, hogy letegye névjegyét ezen a téren, hiszen az országnak ez egy fontos tudásalapú társadalmat jelentő továbbképzési lehetősége. A világűrhöz pont olyan közel vagyunk, mint más országok, hiszen éppen Kármán Tódor határozta meg, hogy 110 km magasságban a fejünk fölött már a világűr van. Tehát akár ha csak 10 millióan is vagyunk, ugye a magyar szürke állomány az már régóta ott van a csillagászatban és űrkutatásban, és most, hogy lehetőség van már 2015 óta az ESA teljes jogú tagjaként, tehát az Európai űrügynökség tagjaként részt venni a munkában, így sorra kerül az is, hogy ő űrhajós menjen ismét a világűrbe. Így ez kicsit élénkebbé tette ezt a témát Magyarországon, és persze a kutatások továbbra is folynak. A világ elismeri a magyar tudományt, nem csak például a C-vitaminról és sok egyéb találmányról legyen szó, hanem azok a műszerek, amelyeket már Farkas Bertalan is vitt a világűrbe, a Pillétől kezdve a Balatonig, ezek nagyon fontosak, a nemzetközi űrállomáson szeretik a NASA szakemberei, tehát ezek nélkül nem is lennének meg, igazából ezért számítanak is a magyar űrkutatási kutatásokra és hát vizsgálatokra. Ugye tematizálták ezt, és nem csak a gazdasági életben, a politikai életben is lett egy olyan lehetőség, hogy hivatalosan űrjog szempontjából is teljes jogú tagok vagyunk, ahogy említettem, és ez lehetővé teszi azt, hogy aktivizáljuk magunkat. Ezért most többet hallunk az elmúlt 5-7 évben arról, hogy ezekben a munkákban részt veszünk, számítanak a munkánkra, és hát mivel ugye most miniszteri biztos asszony is már egy olyan pozícióban szerepel, hogy nemzetközi fórumokon tárgyal, illetve küldöttségen részt vesz, úgyhogy ezek mind-mind azt mutatják, hogy egy nagy aktivitás volt, és hát most ez még inkább előkerült. Sőt, hát akadémikusaink, mondjuk Kis László is olyan lehetőségeket kapott, hogy ő vezeti például a Földön kívüli bolygók kutatását. Világszerte az egyik legrangosabb szakember, tehát ott vagyunk az élvonalban. A Magyarország és a világűr című könyvet is bemutatták, 71 szerző 2 éves munkája, frissülő QR-kódos digitartalommal. Kiváló segédanyag is a tanároknak a természettudományos tantárgyak oktatása során. Általa hasznos ismereteket kaphatnak a diákok.